Egy igazi, nagy csapat vendége volt a sárga-feketében pályára lépő Soroksár SC. Az új Hidegkúti Nándor stadionban az MTK volt csapatunk ellenfele. A bajnokság favoritjának számító csapat kispadján az a Feckó Tamás őt, aki már jó néhányszor megpróbált a csapatunkat legyőzni, ám eddig ez nem sokszor sikerült neki, igaz, ekkor még a Balmazújváros kispadján ült. Ellenfelünk kezdőjében két régi volt soroksári játékos, Korozmán Kevin 2 évvel ezelőtt, Gengelicki Gergő tavaly tartozott még a sárga-feketékhez. Együttesünk kapujába visszatért Kovács Dániel, rajta kívül azonban nem volt jelentős változás a kezdőnket illetően. A mérkőzést Kis Norbert vezette, asszisztensei Kepe Arnold és Kulman Tamás voltak. Együttesünk jól kezdte a találkozót, és látszott, nem felemelt kézzel vonultunk a pályára. Megpróbáltuk bátor játékkal meglepni az MTK-t, ami úgy tűnt akár be is válhat, hiszen ha nem is állandóan, de jó néhányszor a kapujuk elé szögeltük az ellenfelet. Gárdos lövése után a 15. percben elkezdte játszani megszokott játékát a hazai csapat, és Deutsch lövésével megkezdődött az adok-kapok. Rengeteg helyzet volt a meccsen. Aztán a 19. percben megérdemelten jutottunk vezetéshez. Tamási beadása nem volt tökéletes, de így jó volt Gyepesnek, aki előtt egy kis szerencsével ugyan, de ott maradt a labda, lövése pedig Bori Gáboron pattant meg úgy, hogy az gól lett. Demjén tehetetlenül dőlt el a kapujában. Csapatkapitányunk pedig már a 3. gólját lőtte idén. A 24. percben Gyepes már a saját kapuja előtt mentett, Farkas 2 lövésébe ért bele szerencsésen védőnk. Jöhetett a szöglet, amit Vas Patrik adott be, volt játékosunk Gengelicki pedig érkezett, és Huszák szorításában ügyesen bólított a hálunkba. 2 perccel később akár duplázhatott volna is Gengelicki, de a lecsorgó labdát Nagy Évben fejelte meg, így az a kapufáról kifele pattant. Újabb 2 perccel később ízelítőt kaphattunk az MTK rövid, gyorspasszos játékából, és ismét csak Gyepes helyezkedését dicsérhetjük, Vas Patrik labdája akadt el csapatkapitányunkban. Kezdte egyre jobban átvenni a játék irányítását az MTK, és könyörtelenül kihasználta a hibáinkat. A 30. percre pedig már vezetett is, ügyes akció végén Farkas 2 Balázs lőtt a hálunkba. A félidő végét egy soroksári helyzettel zártuk, Tamási laposan visszatett labdáját Frölig bombázta fölé. A térfélcserét követően még jobban rákapcsolt az MTK, minél hamarabb meg akarták szerezni a megjutató 3. gólt. Ebben az 52. percben Gyömbér akadályozta meg őket. Aztán a 66. percben már ő is tehetetlen volt, Korozmán lövésébe még beleért Kovács, ám a túloldalon jobb helyzetben voltak a kékfehérek, így Vas közelről a hálomba tette a labdát. Ezután hatalmas lehetőséget szalasztottunk el, Huszák passzából Lakatos iramodott meg, Bori mellett megnyerte a párharcát, áthámozta a védőn magát játékosunk, de Demjénnel szemben rossz megoldást választott. A 73. percben óriási játékot mutatott be csapatunk, Huszák gyönyörűen fejelte vissza a labdát az előre húzódó Gyömbérnek, de elakadt a lövés Demjénben. Izgalmas 1 perc jött, hiszen pár másodperccel később már Torgelle vitte zicserbe a labdát, ám Kovács mellett feldobta magát, nincs 11-es. Folyt tovább ekkor már az ellenakció, Gyömbér elől maradt és ismét zicserbe került, ám ekkor sajnos már nem talált kaput. Pedig visszajöttett volna a csapatunk a meccsbe. És pár perc múlva vissza is jött, hiszen Frölig helyére a volt MTK-s Pál András érkezett, 1 perc múlva pedig Kanta passzát lefülelte Huszák, Lakatost indította, aki túljutott a menten igyekvő Kantán, jó ütemben passzolt Pálhoz, aki hidegvérrel értékesítette a helyzetet. Azonban nem tartott sokáig az örömünk, hiszen nem sokkal később javította a hibáját az MTK ikonja, Kanta József. Egy szöglet utáni kifejelt labdát kapásból lőtt el a játékos, és az valahogy a lábak erdejében utat talált a kapunkba. Ezután se adta fel csapatunk és ment tovább, és hogyha Huszák lábáról nem csúszik le ez a lövés, akkor megint közelebb kerülhettünk volna a hazaiakhoz. Aztán a túloldalon Deutsch jelentkezett egy életerős lövéssel, majd a 89. percben Pált kell dicsérni, aki felállt és tovább ment, visszatett labdáját, jól találta el Lakatos, de Demjén védett. A 92. percben pedig Valencsik volt figyelmetlen és buta hibát követett el. Először elcsente tőle a labdát Vas, majd szabálytalankodott is ellene. Nehéz vitatkozni a játékvezetővel, büntető. A 11-est Repka vállalta el, és maga biztosan értékesítette is azt. A csapatunk így tehát vereséget szenvedett, az MTK robog tovább bajnoki színe felé. Én úgy gondolom, hogy azért nem feltartott kézzel jöttünk, tehát nekünk is voltak helyzeteink. De amúgy az eredmény azt tükrözi, hogy öt a vége, de én úgy gondolom, hogy egy jobb csapattól kaptunk ki most jelen pillanatban, nyilván előrébb tartanak, nekik a cél az, hogy feljussanak az NB1-be, nyilván meg szerettük volna egy picit nehezíteni a játékukat, ez mai nap igazából nem sikerült, de hát, hogyha a helyzeteket berúgtuk volna,
akkor talán lehet, hogy 8-7 is lehetett volna az eredmény. Ma nagyon jól játszottunk. Igaz, az első 15 perc nagyon nem tetszett, mert nagyon belealudtunk a mérkőzésbe, de tudtunk ritmust váltani. És azt kell mondjam, hogy aki itt volt a mérkőzésen, biztos, hogy nagyon jól szórakozott, mert a Soroksár is focizni akart, mi is focizni akartunk, és két játszócsapat mérkőzéséből ilyen gólgazdag mérkőzés alakult ki, valamint azért, hogy nem kell elfelejteni, a Sorinak is volt ez ittszere, még a gólok mellett, és nem csak nekünk. Igen, ezt említetted, mennyire lepett meg téged az, hogy nem feltartott kézzel jött a Soroksár, hogy az MTK otthonában általában így jönnek a csapatok, hogy beállnak a kapujuk elé védekezni. Igen, pont amikor elemeztük a Sorit, akkor beszéltünk erről, hogy ez lesz az első csapat, aki nem bunkerfocit választja és indítgat, hanem focizni fog. Úgyhogy nagyon örültem, hogy ezt is kaptuk, és tényleg minden ismerésem az ellenfélé, mert kevés csapat van, aki így felvállalja a játékot, és meg is csinálja, mert hiába vállalják fel, hogyha nem csinálják meg a helyzeteket, a passzokat. Nekem nagyon-nagyon szimpatikus és nagyon-nagyon tetszett a Soroksár játéka. Pozitív meglepetés volt a Sori játéka, mert nagyon középen nagyon-nagyon szépen megtartották a labdát, nem elvagdosták, úgyhogy mindenképpen pozitív meglepetés volt. Úgy gondolom, hogy a második fél időben már nagy fölényben voltunk, így megérdemelten nyertünk, de az első fél idő első fele főleg az azért meleg volt a mi szempontunkból. Azért hozzátartozik, azért 120 percesztetek hétközben, úgy érzem, hogy fizikálisan felőröltük az ellenfelet. Sajnos ez most nem úgy sikerült ez a mérkőzés, ahogy szerettük volna. Hát vegyes érzem, meg ugye 10 évet játszottam itt az MTK-ba, ez az első csapatba. Úgyhogy tényleg vegyes érzelmeim voltak, hát nagyon sajnálom, úgy gondolom, hogy az első 20 percben, 25 percben szerintem nagyszerűen játszottunk. Tényleg nem gondoltam, hogy ebben a meccsben nem lesz, hogy esetleg 5 gólt tudunk kapni. Mert tényleg szerintem meg is leptük az MTK-t, mert tényleg labda biztosan jól futballoztunk, bátran. Talán az a szöglet gól után egy kicsit szállat talán összeestünk, és ez ebben látom azt, hogy nem kellett volna, szerintem ugyanolyan bátran kellett volna játszanunk, és akkor meg akár bravót is végre tudtunk volna hajtani.